hogy megvédjük magunkat ebben a világban, nem csak mitoszokkal és vallásokkal, értékekkel és hiedelmekkel, hanem zenével is körülvesszük magunkat. Hangokkal és ritmusokkal, dallamokkal és harmóniával. Fütyülészünk éjjel az erdőben, hogy ne érezzük magunkat olyan magányosnak, hogy ne féljünk és ne legyünk olyan védtelenek a sötétség vadonjában. Afrikai törzsek a dobok ritmikus morajlásával töltik ki az ürességet maguk körül. Amikor éneklünk, akkor az énekhang hullámait töltik ki a teret körülöttünk. Egy vak menne az övünkön, és egy mikrofonnal a fejünkön kizárjuk a valóságos világot. Csalogolhatunk egy félelmetes metropolisz legzajosabb utcáján, és közben mégis a zene és a harmónia világának közepén érezhetjük magunkat. A zene különböző formáik különbözőképpen válaszolnak a csendre. A gregorián például minden szempontból ellentéte a világi zenének. A gregorián szigorúan egy szólamú. Dallama egyetlen pénző vonalat írt le egy sötét és néma univerzumban. Magányos hang az üres térben, egy térben, amelyből Isten visszahúzódott a bűnbeesés után. Ám bár lehet, hogy ott van, láthatatlanul hallgatja az éneket, rettenetes csendjébe burkolózva. Kegyelmének fénye bármelyik pillanatban fölragyoghat, és betöltheti a sötét és magányos teret az éneklő körül. A gregorián ellenáll annak a csábításnak, hogy maga töltse be a csendet és az ürességet a világi zene színes és könnyű harmóniáival, vagy a tánc extázisával, teljesség és az otthonlét illúziójával. És érezhetjük mindezt akkor is, ha nem hiszük abba, hogy egy Isten valaha is megtörheti ezt a csendet. A barokk zene az ellenkező végletből szól. Egy Kopernikus utáni és reneszánsz utáni félelemmel és szorongással a szívükben a barokk művészek megpróbálták betölteni a világ mindensége a hangok mind bonyolultabb kavargásával, zenéjük már-már hisztérikus ujjongásával, képeik örvénylő vonalaival és lángoló színeivel, szobraik és épületeik extázisával. Azzal, hogy a romantikus zenekarban megjelentek a részfúvók, az óriás zenekarok feltűnésével, és a legutóbbi évtizedekben az elektronikus zene mega decibeljeinek inváziójával már-már csúcspontjára érkezett az a hisztérikus kísérlet, hogy hangokkal töltsük be a körülöttünk mélyülő ürességet. A zene mindig flörtölt a diszharmóniával is, de csak úgy, hogy végül az utolsó győztes akkordban végül is mindig feloldottak. Ma a kérdés az, hogy a modern zene túl messzire ment-e, vagy sem abban, hogy a diszharmóniával kísérletezik, vajon akarva akaratlan összetörte a harmónia minket védő szféráit, vagy valami új, ma még kevesek számára hallható harmóniával tölti majd ki körülöttünk az űrt. Lehet, hogy a modern zene új korszak kialakulását jelzi. Egy olyan korszakét, amely már képes nyíltan szembenézni az idegen világgal, anélkül, hogy szükség volna a harmónia illúziójára vagy reményére. Viszonylagos népszerűtlensége azonban, és a túlontúl harmonikus népszerű zene tömeghatása a különböző punk, hard rock és rap
zenekarok gyerekes topzódása ellenére lehet, hogy az ellenkezőjére utal. Lehet, hogy még vagy egyáltalában nem vagyunk képesek arra, hogy szembenézzünk a világ rettenetével, mitoszok és vallások, hiedelmek és illúziók nélkül, és a zene harmóniái nélkül.